Drágulnak a fuvardíjak, jövő januártól akár 20%-os emelkedést is bevezethetnek a cégek. Népszerű a mikrohitel, az elmúlt 26 évben mintegy 1,5 milliárd forintnyi hitellel segítette a vállalkozókat a Primum Alapítvány. Iskolamosdó felújítás. Hercegkút is nyert a Domestos iskolamosdó felújítási programban. A tervek szerint jövő januártól jelentősen drágulnak a fuvardíjak. Az emelés mértéke akár a 20%-ot is elérheti. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az áremelkedést a nagymértékű munkaerőhiány és a szállítmányozási költségek növekedése eredményezi. Az üzemanyagár 2017-hez képest 25%-kal nőtt, de hirtelen és kiugróan emelkedett az eszközök biztosítási díja, illetve az útdíjak is. A fuvarozási üzletek költségei folyamatosan növekvő tendenciát mutatnak, de a legnagyobb problémát még mindig a munkaerőhiány jelenti. A cégek a sofőröknek európai bérezést biztosítanak, ezért pedig európai szintű árakon kell dolgozniuk. Ez is az oka a fuvarozási díjak emelkedésének. A sofőrök átlagbére kezd közelíteni ahhoz, amit egy nyugat-európai vállalkozó is fizet. Ez segíthet abban, hogy a munkaerő ne külföldön, hanem Magyarországon helyezkedjen el. A munkaerőhiány megoldása azért is lenne fontos, mert Németországban például pár éven belül 2000 sofőr megy nyugdíjba, az utánpótlás alig felét teszi ki majd ennek a létszámnak, közölte Volosinovszki László 35 perc című műsorunkban. Magyarországon pontos számokat nem tudok, hiszen jelenleg azért nézzük a nyugat-európai piacot, mert a legnagyobb felvevő erő, és aktívan ők befolyásolják azt, hogy milyen bérminimumot kell, hogy megüssünk. Igazából ezt a bérminimumot se szeretem használni, hiszen azt gondolom, hogy egy jó munkáért minimum a középmezőnybe kellene, hogy tartozzunk, de a mostani költségek, amelyek összeállnak, nem teszik azt lehetővé, hogy ezeket a béreket ki tudjuk fizetni, hiszen a költségek folyamatosan emelkednek, és azt kell mondjam, hogy 2018 közepéig, vagy talán eddig a pillanatig a fuvarpiac nem tudta ezt fizetni vagy finanszírozni, nem volt rá annyira szenzitív, hogy megemelték volna annyira a fuvardíjakat, és ez az utolsó segélykiáltása is lehet mondhatni a magyar fuvarozóknak, hogy most már muszáj emelni, muszáj kell, hogy emeljük. A fuvarozási költségek fontos részét jelentik az eszközök biztosításai. Ezek a biztosítási díjak pedig nem folyamatosan emelkedtek, hanem hirtelenszerűen ugrottak meg. Folyamatosan emelkedik viszont az üzemanyag ára, mely 2017-hez képest mintegy 20-25%-kal lett drágább, nem csak Magyarországon, hanem Európa más országaiban is. Egy-egy szerelvény nem tud olyan mennyiségű üzemanyagot vinni magával, hogy csak magyarországi piacról vásároljanak. Ezért ismerik a külföldi árakat is, tette hozzá Volosinovszki László. Én azt gondolom, hogy azért két héttel ezelőtt kijött az MKF-nek egy nyilatkozata, illetve volt egy kommunikáció, miszerint 15-20%-os növekedésekkel, hogy számoljunk. Én azt gondolom, hogy nagyon a közepére raktuk ezt. Én azért egy 30%-os fuvardíj növekedésről szeretnék inkább tárgyalni, hiszen ez azt a számot tükrözi, amivel ismételten, profitorientáltan lehet egy vállalkozást működtetni, mert az, hogy a költségek kijönnek, és a nap végén nem tudunk értelmezni pozitív eredményt, azért az nem feltétlen jó. Évről évre 10-12%-kal csökken a fuvarozók létszáma. Ez a folyamat pedig már 3-4 éve tart, tette hozzá a Szurotrét Kft. Szállítmányozási osztályvezetője. A 15-20%-os emelkedést várhatóan januártól vezetik be. Ismét adathalászokra figyelmeztet az egyik hazai bank. Az MKB közleménye szerint ismeretlenek megtévesztő e-mailben próbálják az ügyfeleik adatait kicsalni. Ebben arra kérik őket, hogy kattintsanak egy megadott linkre, amely az eredetihez hasonló, de valójában egy hamis MKB netbankár belépő oldal. Kiemelték, hogy az így megszerzett adatokat a csalók már a valódi banki felületen az ügyfelek tudta nélkül történő belépéshez és tranzakciók indításához tudják felhasználni.
Mintegy 1,5 milliárd forintnyi hitellel segítette a vállalkozókat a Primum Alapítvány az elmúlt 26 évben. A mikrohitel 3 konstrukciója azért is lehet előnyösebb a banki hiteleknél, mert gyorsabban hozzájuthatnak az igénylők, és a kamaton kívül nem kell más költséget fizetniük. A Primum Alapítvány Enterprise Europe Network nyíregyházi irodája pedig a nemzetközi kapcsolatok építésében is segítheti a megyei vállalkozókat. Információs napot szervezett a Primum Alapítvány és a Széchenyi Programiroda. Az alapítvány 1992-től foglalkozik mikrohitelezéssel. Ez idő alatt több mint 4500 vállalkozónak nyújtottak mintegy 1,5 milliárd forintnyi támogatást. Jelenleg 3 konstrukció áll a vállalkozások rendelkezésére. Maximum 2x10 millió forintot igényelhetnek, legfeljebb 10 éves futamidővel. A kamat az egyik hitel esetében fix 3,9, a másiknál pedig 4,9%-os. A banki kölcsönökkel szemben azért előnyös, mert gyorsabban hozzájuthatnak az igénylők, és a kamaton kívül nincs más rejtett költsége a mikrohitelnek. Többségében kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások igénylik tőlünk a hiteleket forgóeszköz vásárlására, illetve szolgáltatást nyújtó építőipari vállalkozások, és még jelentős az ingatlan vásárlásra fordított hitelösszeg, illetve eszközöket, gépeket, berendezéseket vásárolnak jellemzően a vállalkozók. Eddig az évig csökkenő tendenciát mutatott a mikrohitelt igénylők száma. Hargitainé Tolnai Andrea szerint ennek az lehet az oka, hogy a piacon megjelentek a 0%-os hitelek, illetve a vállalkozók a visszanemtérítendő támogatásokat várták. Idén viszont már kezd emelkedni a mikrohitelt felvevők száma. A Primum Alapítvány nemzetközi és projektpartner keresésben is segít, illetve tájékoztatást ad arról is, hogyan juthatnak a vállalkozók hazai és nemzetközi forrásokhoz. Az Enterprise Europe Network irodahálózat 67 országban van jelen, Európán kívül Ausztrália kivételével minden országban megtalálhatók térítésmentes szolgáltatásaink. A vállalkozás fejlesztési támogatásunk elsődleges célja a vállalkozók külpiacon való megjelenésének támogatása, ebben üzleti partner közvetítéssel, projektpartner közvetítéssel segítünk, továbbá szakmai kiállításokon, illetve nemzetközi üzletember találkozón is támogatjuk a vállalkozások részvételét, minden szolgáltatásunk természetesen térítésmentes. A Primum Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozás élénkítő alapítvány és a Széchenyi Programiroda pályázati tájékoztatóján a vállalkozások részletesebben is megismerhették a nyíregyházi iroda működését. A Domestos iskolamosdó felújítási program az elmúlt 4 évben közel 2000 gyermek iskolai higiéniai körülményein javított. Az Unilever által kezdeményezett programban idén a Hercegkúti Gyöngyszem német nemzetiségi általános iskola is a nyertesek között volt. A 90 évvel ezelőtt épült intézményben 43 alsós diák tanul. Magyarországon 2015-ben indult az iskolamosdó felújítási program. A cél, hogy a hátrányos térségben elhelyezkedő kisiskolák mosdóinak felújításával javítsák a gyerekek higiéniai körülményeit. A Domestos felajánlása 15 millió forint volt az idei pályázaton nyert 4 iskolára összesen. A teljes összeg azonban a partner cégek támogatásának köszönhetően közel a duplájára nőtt. A projekt egyik legnagyobb támogatója a JIKA volt, akik idén először csatlakoztak a programhoz. A felkérés az érkezett hozzánk, és azt láttuk, hogy ez egy helyes dolog, ebbe szívesen részt veszünk, úgyhogy jót tenni jó, gyakorlatilag ezért csatlakoztunk hozzá. Nagyon örülünk annak, hogy a Roca Laufen csoport tagjaként a világ legnagyobb szanitárgyártó vállalata képviselheti így magát, és Magyarországon a két forgalmazott márkánk, a Laufen és a JIKA közül került kiválasztásra az a termék csoport, amit sikerült a mosdókba beépítenünk. Gyakorlatilag ezek speciális mosdók is, tehát például a tartályok kifejezetten a gyerekek számára készültek, és egy aranyos kis szöcske motívum van rajtuk. Ezek egyébként nem egy design cég megalkotásai, hanem a Európában a legidősebb szanitárgyár az Noimóban van, ez a IKE 140 éves lesz idén, és ott hirdettek egy pályázatot, ahol az ottani egyik dolgozónak a kislánya rajzolta ezt a kis szöcskét, és így kerültek rá a kifejezetten gyermekeknek készült termékekre. A globális kezdeményezés lokális megvalósítására egyre nagyobb az igény. A felújítás mértéke minden esetben az adott iskola állapotától függ. A Hercegkúti Általános Iskola mosdója 3 millió forintból újult meg.
Ez egy viszonylag régi épület. Most ünnepeltük 2 héttel ezelőtt az építésének a 90. évfordulóját. Jelenleg alsó tagozattal működik az iskola, 43 gyerekkel. A specialitásunk az, hogy német nemzetiségi oktatás folyik itt, és ennek a segítségével a gyerekek külön önálló osztályba, kisvédszámú osztályba tanulhatnak. A térség többi iskolája is legalább 40 éve épült, azóta csak apró felújítások voltak. Ezért fontos, hogy az összes pályázati lehetőséget megragadják. Jelenleg az elmúlt 50 év legnagyobb iskola felújítási programja van folyamatban, amit a választókerületemet érinti, hiszen 2 tankerülethez tartozunk, és több mint 200 olyan intézmény újul meg, ami úgy hiszem, hogy példaértékű lehet. Ezek kisebb és nagyobb felújítások, és ez körülbelül 2,3 milliárd forintnyi felújítást jelent. Tehát a pénz sohasem elég, tudnélik, amint említettem, az elmúlt 50-60 évben nem volt ilyen nagy arányú iskola felújítás a közoktatásban, úgy Magyarországon, mint Abó és Zemplénben. Az idei pályázaton Hetvehely, Pilisjászfalu és Révleányvár nyert felújítást Hercegkút mellett. Épp hogy elkezdődött az ősz, már is itt a fagyszezon, a múlt heti nyárias idő után rögtön itt vannak a mínuszok. Ráadásul nem csak talajmenti fagy volt az országban, adta hírül az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja. Mint írják, a Nógrád megyei Zabar település mellett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található Nyírlúgoson is fagypont alá hűlt a levegő hajnalra. Ez pedig azt jelenti, hogy az évszakhoz képest igencsak lehűlt a levegő több helyen is. Az OMSZ adatai alapján legutóbb 1977-ben fordult elő, hogy szeptember 25-ére virradóra mínusz fokot mértek. Akkor Putnokon volt mínusz 2,2 Celsius fok, így a mai napra vonatkozó abszolút rekord nem dőlt meg. Megjelent Halászi Aladár 10. kötete, Pontként a mindenségben címmel. A Tiszaújvárosban élő középiskolai tanár 4 év alatt írta meg a közel 80 verset tartalmazó kiskönyvet. Elmondása szerint ezeket az eszék és a tudományos munkák mellett pihenésképpen írja. Halászi Aladár Szabolcs községben született, Tiszaújvárosban élő középiskolai tanár. Alkotásaiért 2000-ben Nívó díjat kapott, 2015-ben a Jós András Múzeum önzetlen adományozó díját vehette át, idén pedig a magyar kultúra lovagja lett. Eddig 9 könyve jelent meg, most 10-ként bemutatta a Pontként a mindenségben című verses kötetét. Láttam egy fényképen, amit a csillagászok vettek föl a Szaturnusz gyűrűjétől a Földről, és hát egy olyan kis gombos tűfejnyi volt ez a Föld, és így jött a címe annak a kötetnek, amit már tulajdonképpen megcsináltam, hogy Pontként a mindenségben. Hát volt egy gondolatom, hogy porszemként a mindenségben, de a porszemnek már van súlya, kiterjedése, a pontnak meg csak egy kiterjedés nélküli mértani hely lévén se súlya, se terjedelme nincs. Ezzel az ember meg a Föld kicsinységét és a világ nagyságát akartam jelezni. Ez a kicsinség végigvonul az egész köteten, szomorúsággal, türelemmel és bölcs nyugalommal vegyítve, ráadásul nagyon változatos témákban megjelenve. Vannak benne olyan egyszerű versek, amelyek a gyerekek számára is élvezhetőek, de megjelenik az időskori szerelem is, így a kötet minden korosztálynak szól. A közel 80 verset tartalmazó kötet 4 év alatt készült el. Szerdán újabb mérkőzés játszik a Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttese az első fordulóban elmaradt pecsét pótolja Oroszlányban. A kék cápák légiós nélkül utaznak el az idegenbeli rangadóra. Győzelemmel kezdte a szezont a Nyíregyháza Blue Sharks, a bajnokságban második fordulóban bekapcsolódó cápák 8 pontos sikert arattak a budapesti honvéd ellen. Mint Busz Iván, a nyíregyháziak irányítója elmondta, tipikus első meccset játszott a két csapat. A fővárosiak különösebb teher nélkül léptek pályára, míg a hazaiakkal szemben elvárás volt a győzelem. Végül jó hajrájának köszönhetően hozta a kötelezőt a házigazda.
nagyon-nagyon nehéz volt, de számítottunk is rá. Beszéltük is egymás között viccesen, hogy lehet jobb lett volna elkezdeni menetrendszerint az oroszlánja idegenbe, mert ez egy olyan meccs volt, amikor hál' Istennek vagyunk olyan helyzetben, hogy elmondhatjuk, hogy hazaipán mi voltunk az esélyesebbek, még egy honvédelen is, akik nagyon sokat erősödtek idén, és rajtunk volt a nyomás. Ők eljöttek úgy, hogy igazából veszíteni vagyok nincsen, de tényleg nem egy gyenge csapat, tehát tudtak volna meglepetést okozni. Nyögvenyelős is volt a játék, időnként akadozott, de tényleg csak annyi volt a lényeg, hogy behúztuk, és megvan az első két pont. Az oroszlányi meccset a szerdai házigazda kérésére halasztották el a nyitófordulóban. A nyíregyházak így már a Honvéd elleni mérkőzés tapasztalataival felvértezve készülnek a rangadóra. Vasárnap megnéztük a felvételt az előző mérkőzésünkről, megnéztük, hogy mik a hibáink, főleg támadásban voltak hibáik, igyekszünk kijavítani őket. Sok plusz maradt bennünk, főleg a támadójátékunkban, de ha olyan jól tudunk védekezni, mint a Honvéd meccsen, akkor lehet keresni valunk a mérkőzésen. Az oroszlány az elmúlt két szezonhoz hasonlóan ezúttal is a feljutást megcélozva kezdte a bajnokságot, mégpedig egy nagykörösen aratott 43 pontos győzelemmel. Szerdán kemény csatára lehet számítani, mivel a két csapat az elmúlt két szezonban mind a bajnokságban, mind a HEP kupában szoros meccseket játszott egymással. Az oroszlány már ugye hozzászoktunk, hogy évek óta esélyesként indul a bajnokságban. Én személy szerint nagyon szeretek ott játszani, nagyon jó csarnokuk van, nagyon jó hangulat van, a szurkolók is űzik, hajtják őket. Mindig is az elmúlt három évben szoros, jó kis parázsmeccseket játszottunk ott. Talán sajnos nem sikerült még nyerni, de mindig ilyen 5 ponton belül volt a végeredmény. Most kijelentettem, hogy nem esélyesként megyünk oda, de most is hasonló ütközetre számítok, és én bízom benne, hogy tudunk egy meglepetést okozni. A nyíregyházi csapathoz egyelőre még nem érkezett légiós, így a cápák a Honvéd elleni kerettel utaznak oroszlányba. Harmadik bajnoki mérkőzését is megnyerte a nyíregyházi Teke klub együttese, az NTK, az NB1 negyedik fordulójában a fővárosi Dinamo SC csapatát fogadta, és a vendégek 8-0-ás vereséggel távoztak a városi stadion Teke csarnokából. A nyíregyháziak a hétvégén Budapesten a gázművek otthonával lépnek dobálásba. Hibátlan mérleggel, 3 győzelemmel a hátra mögött érkezett Nyíregyházára a fővárosi együttes, azzal a céllal, hogy megnehezítse a hazaiak dolgát. Ez csak a mérkőzés elején sikerült, aztán fokozatosan felülkerekedett ellenfelén az NTK. Valamennyi nyíregyházi játékos felülmúlt ellenfelét, és végül 3396 vált szerezve, 8-0-ás erődemonstráló győzelemmel zárta a meccset a továbbra is 100%-os házigazda. 60 dobásig fejfej mellett haladtak a csapatok, de a harmadik szedben a Hakker Dezső és a Magyarorsi Péter révén jócskán sikerült elhúznunk a dinamósokkal szemben, és begyűjteni a fontos csapatpontot. A középső sorban még próbálták valamennyire enyhíteni a különbséget, a vendégek két legjobb játékosa lépett dobóállásba, de a sérülést jelző Ráski János helyett Kastra Zsolt beugorva megszerezte a fontos csapatpontot, míg mellette a Szolyka Miklós is egy küzdelmes csatában szintén csapatpontot szerzett, és sikerült visszaverni a támadásukat olyannyira, hogy még plusz csapatfát is szállítottak a mieink. Ekkor már 4-0 arányba vezettünk, és több mint 100 fás előnyünk volt, és itt már lehetett azt látni, hogy ez valószínűleg egy 8-0-ás pofon is könnyedén lehet. Nem is volt ez másként, ugyanis a Fehér Béla átlépte a 600-as határt. Első hazai mérkőzésünkön, aki a 600-at átlépte, megszerezte maga biztosan a fontos csapatpontot, míg jó magamnak is végig vezetve sikerült a pontot begyűjteni. Az NTK a következő fordulóban a gázművek otthonában szeretné folytatni győzelmi sorozatát. Egy megtátosodott gázműveket látunk a tabella közép-felső mezőnyében tanyázni. Ebből két mérkőzést megnyertek, egy mérkőzést veszítettek el csupán, úgyhogy mindenképpen egy jó mérkőzésre van kilátásunk. Idegenben különösen nehéz dolgunk van, mert azért nem nagyon ismerjük ezeket a pályákat, mert már régen jártunk ezeken a helyeken, úgyhogy mindenképpen a tudásunk legjavát kell majd nyújtani, és bízom benne, hogy ha továbbra is így robog a vonatunk, akkor mindenképpen ott is győzni szeretnénk Budapesten, és nekünk csak ez lehet most a legfontosabb, hogy a két pontot elhozzuk a gázművek otthonából. Az NB egy keleti csoportjának tabelláját az Eger vezeti, 4 mérkőzésen szerzett 6 pontjával, a szintén 6 pontos, de csak 3 meccset játszó nyíregyházi Teke klub előtt. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
Nagy a munkaerőhiány és jelentősen emelkedtek a biztosítási díjak, ennek is köszönhető, hogy drágulnak a fuvardíjak. Korábban 400 ezer forintért tudtak sofőröket alkalmazni a szállítmányozó cégek, ez várhatóan 450 ezer forintra emelkedik és tovább nő a közeljövőben. A tervek szerint a vállalkozások januártól vezetik be a 15-20%-os emelést. Az elmúlt évekhez képest idén javuló tendenciát mutat a mikrohitelt igénylők száma. A Primum Alapítvány 1992-től már mintegy 1,5 milliárd forintnyi hitellel segítette a vállalkozókat. A mikrohitel három konstrukciója azért is lehet előnyösebb a banki hiteleknél, mert gyorsabban hozzájuthatnak az igénylők, és a kamaton kívül nem kell más költséget fizetniük. Magyarországon 2015-ben indult az iskola mosdó felújítási program. A cél, hogy a hátrányos térségben elhelyezkedő kisiskolák mosdóinak felújításával javítsák a gyerekek higiéniai körülményeit. A Domestos felajánlása 15 millió forint volt az idei pályázaton nyert 4 iskolára összesen. A teljes összeg azonban a partnercégek felajánlásának köszönhetően közel a duplájára nőtt. Önök a Költség Televízió híradóját látták szeptember 25-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, egyre szárazabb levegő érkezik a Kárpát-medence fölé. A csípős reggelt az átlagosnál hűvösebb nappal követi. Az előttünk álló éjszaka időnként megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, az északnyugati, majd az északkeletire forduló szél helyenként megélénkül, majd estétől mérsékelt lesz a légmozgás. Reggelre általában -1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nem lesz, az északkeleti, majd a délnyugatira forduló szél helyenként megélénkül. Délutánra 15 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Péntekig derült, csapadékmentes időre készülhetünk, a nappali felmelegedés is fokozatosan erősödik. Szombattól ugyanakkor változékonyra fordul az időjárás, elszórtan eső, zápor is kialakulhat, és pár fokkal a hőmérséklet is visszaesik.